Előző kísérletben megfigyelhettük, hogy a légnyomás mekkora erőt tud kifejteni, ugye összezsugorította a palackot. Ebben a kísérletben meggyőződhetünk arról, hogy hogyan változik a légnyomás, ha a levegő mozgásban van. Papírból összehajtogattam egy ilyen alakzatot, két szélét leszorítottam, tehát láthatjuk, hogy ez a lap itt könnyen mozog, és most megfigyelhetjük, mi történik akkor, ha az asztallap és a papírlap közé levegőt fújok be. Így marad, felpúposodik, vagy az asztalhoz szorítódik. Nézzük meg. Még egyszer. És most hosszan fogom fújni a levegőt, figyeljük meg, mi történik. Vagyis egyértelműen igazoltnak látszik az a tény, ha áramlik a levegő, tehát az asztallap és a papír között áramló levegő nyomáscsökkenést idézett elő, és ennek következtében a külső légnyomás a papírt leszorította az asztallaphoz. Vagyis minél nagyobb a gáz vagy a levegő sebessége, annál kisebb a nyomás.